nagyon nagy szeretettel köszönt titeket a hétmesterlövésze. Jelesül Farkas Attila, Márton és Puzsér Robert innen a stúdióból. Az SMS számunk 0629986986, ezen írhattok nekünk. A mai műsor témája pedig háborús filmek lesznek. Pontosabban a második világháborús filmek. Nagyon konkrétan a második világháborús filmek. A második világháborúra... Ha most nagyon ironizálni akarnék, azt mondanám, most volt április 4-e, de ez csak véletlen egybeesés. Emberiség történetének legnagyobb világégésére emlékezünk ezúttal, és felidézünk két filmkultúrát. Az első órában német filmeket fogunk megidézni szellemetek képernyőjére. Pontosabban kettőt, a Stalingrádot és a Das U-Bootot, azaz a tenger alattjárót. A második órában pedig amerikai filmekről lesz szó, tehát megmutatjuk azt, hogy hogyan láttatja ezt Hollywood, vagy hogyan mutatja fel ezt az amerikai történelmi emlékezet. Úgyhogy ezek lesznek a mai adásnak a filmjei. Úgyhogy kezdjünk mindjárt a Stalingráddal, mely film egy... Bocs, az amerikai filmeket nem mondtuk, mi lesz. Nem, de legyen ez meglepetés. Nem, legyen meglepetés. Szóval a Stalingráddal, amely film egy német film, és amely film egy meglehetősen kisköltségvetésű film. Ennek ellenére nem szegényes, de nagyon erőteljesen drámai, és nagyon jól mutatja meg azt, hogy hol tört meg a Wehrmacht legyőzhetetlennek tűnő hadigépezete. Egyébként nem látszik rajta abszolút, hogy kis költségvetésű lenne. Tehát nagyon szép panorámák vannak benne, és egészen impozáns képi világa van. Igen. Én is csak onnan tudom, hogy kis költségvetésű film, hogy olvastam róla, hogy ezt kevés pénzből sikerült összehozni. És nem adtak Németországban reklámokat alatta. Tehát ez egy nagyon súlyos filmdráma, amiben a németek szembenéznek önmagukkal. Annak a hullámnak az egyik jelentős képzavar a lélek állomása, amíg a hullámnak nincs állomása, tehát annak a hullámnak a része, vagy abban a hullámba sorolható be a Stalingrád, ami kezdődött a tenger alattjáróval, amiről majd fogunk beszélni, és aminek a része a bukás, ugye a Hitler utolsó napjai, tehát valahogy a németek kezdik földolgozni a saját történelmüket, és meg kell mondjam, hogy a német háborús filmek messze jobbak bizonyos szempontból, hogyha nem is föltétlenül a filmművészeti szempontból, vagy az alacsony költségvetés miatt, mondjuk a mit tudom, kalandfilmes szempontból, de nagyon szerintem, mint háborús filmek jobbak az amerikai vagy a régi szovjet háborús filmeknél, és egyszerűen azért, mert őszinték. Tehát megjelenik bennük az őszinteség. Erről mindenképpen beszélni kell, sőt szerintem ezzel a témával kezdjük ezt az egészet. Ez a Stalingrád című film, ez annyira kegyetlen, annyira végtelenül kíméletlen, amilyen a sztálingrádi csata lehetett. Persze nekünk fogalmunk sincsen arról, hogy milyen volt, és el sem tudjuk nyilván képzelni, hogy milyen volt az a vérszivattyú, ami ott zajlott. De abban biztosak vagyunk, hogy egyetlen film sem hasonlíthat rá jobban, mint a Stalingrád című film, ami semmiféle illúziót nem hagy bennetek. Tehát a film végére minden széthullik darabjaira, ízeire, tehát minden elmélet, minden szabály, minden, ami a háborút, mint egy fémjelezheti, vagy a háborúról elképzelésetek lehet, az széthullik benne ízeire. Valahogy a film végére megszűnnek a hadseregek is, és megszűnnek a frontok is, és csak kiéhezett, fázó, és már a haláltól sem igazán rettegő emberek egy halomban, egymás hegyén hátán, oroszok és németek, tisztek és közlegények egymás hegyén hátán fáznak és félnek és dögledeznek egymáson. Komolyan. Tehát, hogy az valami brutális, ami ebben a filmben zajlik. És szereplők sem maradnak. Tehát mondjuk ez egy nem egy olyan film, aminek ne lehetne elárulni a végét. Ennek a filmnek nincs poénja. Nincs csattanója neki. És túlélője sincs. El lehet árulni, hogy a végén mindenki meghal. Kivétel nélkül legfeljebb távoli mellékszereplők maradnak életbe, akik megadták magukat az oroszoknak. Mindenki meghal. Az összes főszereplő. De hogy maradnak életbe? Hát pont az a lényeg, nem, de mit tudom én, távoli mellékszereplő, mondom. Várja. A film csapad, a csapatból senki nem éli túl. Ez világos. Tudjuk jól, hogy 93 ezer német katonát ejtettek fogságba az oroszok a 6. német hadseregből. Közülük azt hiszem 6000-en tértek haza. Tehát mondjuk akiket elfognak itt,
azok is hát így nagyon-nagyon jó eséllyel fognak meghalni a szovjet fogolytáborban. Ja, igen, hogy mint élő halottak, úgy gondolsz? Igen, igen. Ja, persze, aha. Na, így igen, persze, hogyha még látjuk őket, hogy ugyanazok még élnek, akik föltartják a kezüket, de a szibériai ólombányákból ők se fognak visszatérni, akkor valóban így van. Na hát, hogy is gondoltak ezek a mi hőseink erre a sztálingrádi csatára, amikor éppen odafelé tartottak? Nagyon nagy volt az arcuk, egyébként ezt a film is kifejezi. Nem tudja valaki véletlenül, hová megy ez a tetűvonat? Sztálingrád megfelel, uraim? Remek, akkor kiporoljuk az Iván fenekét. Egy ilyen hitványvárost 3 nap alatt beveszünk. Proszi! Ne nézi ilyen hülyé! Kösz most jó! Ha nem tudnám, hogy megy a vonat, azt hinném, hogy 10 órája egy helyen állunk, ugye? Na igen, Oroszország nagy. A háború után mindegyikünk azt kap, mint amit akar. 7 nőt és 100 hektárt már megrendeltem. Itten? Még ajándékba se kéne? Akkor maradj a koszos faludba! Nézzétek csak! Ezek már nekünk dolgoznak! Mindent bele, gyorsabban! Ezt hogy mondják oroszul? Davaj, davaj és rukiver! Ennyit elég tudni! Rukiver! Rukiver! É. Az Adolf autópályát fog építeni nekem. Kirkovig vagy, hogy a fenébe hívják. Ekkora nagy országban sok teherautó kell. Na hát ilyen kedélyes társaság indul útnak a sztálingrádi buliba. Ez egy olyan film, aminek az elején borzadsz, amikor látod, hogy hogyan hullanak a német katonák egyik a másik után. Aztán amikor később a film előre haladtával látod azt, hogy az életben maradottaknak milyen a sorsa, akkor elkezded irigyelni azokat, akiket a film elején még sajnáltál, hogy milyen hamar elestek. És rájössz arra, hogy milyen jól jártak ők. Akik elestek. Igen, igen, konkrétan elkezded irigyelni azokat, akik a film elején elestek. A film nézése során. Na, felmerül a kérdés, hogy Sztálingrád bevehetetlen volt-e? Tehát, hogy egyáltalán ez a sztálingrádi portja, ez a kaland, ez teljes öngyilkosság volt-e, vagy lett-e volna bármiféle lehetőség arra, hogy Sztálingrádot bevegyék, vagy akár tágabb történelmi kontextusban kifejezve magamat, mondhatom azt, hogy a keleti frontot megnyerjék. Én azt gondolom, hogy lett volna erre lehetőség, csak Hitler eszét teljesen elvette a Blitzkriegnek a nagyon korai sikere. Amikor már az első világháborúban is ráfaragtak, már akkor kitalálták, ugye? Igen, igen. Tehát a Schlieffen terv meg ezek, hát az is a Blitzkriegre épült. Igen, igen, csak a világháború az nagyon fényesen bevált nekik Lengyelországgal szemben, és nagyon fényesen bevált nekik Franciaországgal szemben, ahol a francia-brit egyesített erőket törölték el. Tehát nagyon-nagyon látványos sikereket ért el Európában. De ezt mondom, hogy az első világháborúban is pont ez történt. Nagyon látványos sikereket értek el. Jó, mondjuk a nyugati fronton a franciáknál ott megrekedtek, de keleten egész jól ment a dolog, aztán összeomlottak. Nem volt kitartás. Lett volna lehetőség arra, hogy megnyerjék a keleti frontot, csak nagyon túlságosan elszállt Hitler agya a saját sikereitől, és nagyon hitt ebben a villámháborúban, és ezért 3 felé osztotta a hadsereget. Tehát a német erőket 3 felé osztotta, és akkor volt egy északi szárny, amelyik Leningrádot, egy középső szárny, amelyik Moszkvát, és egy déli szárny, amelyik Sztálingrádot, és akkor onnan ostromolt, és akkor onnan kellett volna nekik a Kaukázusba az olajmezőkre lehatolni. Én azt gondolom, hogy lehetőség lett volna arra, hogy megnyerjék a keleti frontot, csak ezt a hadsereget nem kellett volna 3 felé osztani, hanem egybe kellett volna tartani, és az egyetlen egy hadsereggel kellett volna azonnal Sztálingrád ellen vonulni. Azzal az egyesített német hadsereggel be lehetett volna venni Sztálingrádot, és azzal elindulni északra Moszkva ellen. Tehát, hogy ezért megnyerhető lett volna ez a milyen háború. Milyen jó, hogy nem Puzsér Robert volt Adolf Hitler helyett. Hát szerintem érdemes egy mérleget vonni, hogy vajon melyek voltak ezek a... Hát azért voltak ott más problémák is. Tehát eleve a távolság, eleve a tél. Ugye Mussolini mondta, hogy Hitler 3 tábornokkal nem számolt, téltábornokkal, távolságtábornokkal, és a harmadikkal már nem emlékszem, hogy micsoda, tehát Oroszország kapcsán. Úgyhogy ott azért azok az elképesztő távolságok. Már maga Nagy Péter a svédek ellen ezt a taktikát alkalmazta, hogy a felperzselt föld, tehát leromboltatta a falvakat, és ilyen iszonyatos, hosszú utakon a svédeknek nem jutott utánpótlás, nem volt semmi. Ez aztán a napóleoni háborúkban ugyanezt vetették be. Ugyanez így van, és Hitler se tanult ebből az egészből. De milyen érdekes, hogy sem... Arról nem is szól, hogy szövetségese volt a Szovjetunió. Sem Oroszországot, sem Angliát nem sikerült bevenni, sem Napóleonnak, sem Hitlernek.
ez azért egy érdekes összefüggés, annak ellenére, hogy mindketten egész Európát meghódították. Ők voltak az egységes, egyesült Európának az első kezdeményező. Német-francia. Az egyik francia, a másik német, és most mentek át Angela Merkelék a hídon. Igen, érdekes módon az Európai Unió is a franciák és a németek szövetségéből jött létre. Hát a régi frank birodalom, azt is mondhatjuk, nem? Nagy Károly, ketté szakadva. Érdekes az én számomra, amikor a nácik Istenre hivatkoznak, egy ennyire sötét pogány uralom, az Istenre hivatkozik, és Istenből próbálja meríteni saját magának az ideológiát. Na, ezek Wehrmacht katonák, ne felejtsd el. Van némi ellentmondás. Isten velünk van! Ez áll a német katona derékszíján. Igen, Isten valóban, velünk eddig van. Még nem tűnt fel. Mert nincs szebb feladat annál, mint nyugati keresztény értékeket a keleti bolsevizmussal szemben megvédeni. És ezért nincs az a német katona szemben a bolsevikkal, akinek a szívében nincs hely az Isten számára, soha egyedül, még akkor sem, ha ellenséges területen harcol. Na, ez a Duma egyébként manapság Magyarországon vissza-vissza köszön, nem is egy vissza-vissza köszön, árad a szélső jobboldali sajtóból, tehát ez a mi keresztény, nyugati, nemzeti, akármik szemben a nem de közben, tudom... De közben meg csoda, de közben, miközben meg, közben meg csodaszarvas, vas, közben meg sámándobolás, igen, meg igen, egyebek, igen. Hát persze, amiért István minimum fölnégyeltette volna őket, tehát mondjuk ennyit a keresztény nemzeti hagyományról a szélső jobboldal berkeibe. Na, itt ugyanezt a Dumát hallhatjuk, miközben tudjuk, hogy már a 30-as években a régi germán isteneknek a kultuszát kezdték ápolgatni, meg mindenféle okkultista körök, és ez nem legenda, ez történeti tény. Túletársaságtól kezdve, nem tudom milyen Gauleiter Wotannak épített házi oltárt, és közben meg ezt a Dumát nyomták. Na most azért érted, az egyik, igazából azt mondhatnám, hogy az egyik a nép, a német nép, a másik meg az elit. Tehát azért az a neopogány irányzat, azért főleg az SS-re és a náci elitre volt jellemző, ezek meg azért Wehrmacht katonák. Akik otthon imádkoztak, többségében evangélikus vagy katolikus családból jöttek. Na igen, tehát hogy itt egy mélyen pogány rezsim van, amelyik a katonák felé kereszténynek láttatja magát. Tehát úgy csinál, mint a keresztény lenne. Mellesleg ez a keresztény, ez érdekes dolog, mert háború. Igen, az ő szájukból az, hogy keresztények vagyunk, ez nem mást jelent, mint hogy egyrészt nem zsidók, másrészt nem komcsik. Innan. Tehát így igazából a nem zsidó és nem komcsi szinonimája a keresztény. Ahogy Magyarországon is. Igen. Tehát amikor ez a hivatkozás elhangzik, hogy keresztény, akkor ez itt a világért sem Krisztust jelenti, meg a világért sem jelent semmiféle vallásos áhítatot. Abszolút. Hanem kizárólag egy mélységes antiszemita és antikommunista elkötelezettséget jelent. Egy negatív identitást. Rezisztens identitás, így hívják ezt, hogy most így sznoboskodjak egy kicsit. Sok rendező föltette már a kérdést, hogy vajon miért harcol a katona? És ezek a rendezők erre egészen különböző válaszokat adnak. Ott van például Steven Spielberg, aki erre a kérdésre, hogy miért harcol a katona, az ő háborús filmjével, a Ryan közlegény megmentésével azt a választ adja, hogy a katona az a szabadság honáért, Amerikáért harcol, a gonoszság és a zsarnokság földje Németország ellen. Ez a válasza. Aztán ott van Clint Eastwood, aki nem olyan régen emlékezett meg az Iwo Jima-i ütközetről, mégpedig két filmmel, egyet az amerikaiak, egyet a japánok aspektusából készített el. Ez a két film az, amelyik megpróbálja a Clint Eastwood féle választ megadni, és Clint Eastwood azt a választ adja, hogy a katonák egymásért harcolnak. Tehát a katonák azok valójában vált válnak vetve egymásért küzdenek. Férfi szövetség. Igen, valami ilyesmi választ ad. Na most ez a film is megadja a maga válaszát, és Joseph Wilsmeyer azt a választ adja, hogy a katona az teljesen értelmetlenül harcol és hal meg. Ezt a választ adja a Stalingrád című film. Ebből egyébként meglátszik a németeknek a morális fölénye az amikkal szemben. Már a mostani.
Igen, de mondjuk az az igazság, hogy a második világháború... A Clint Eastwood hazug, annál már csak a Spielberg a hazugabb. Az az igazság, de hogy... erről majd még beszélünk. Igen, de a németek aspektusából nem is nagyon lehet más választ adni azután a második világháború után. Tehát, hogy most mit keresnek ők Stalingrád alatt, és miért harcolnak ők ott? Ez lehet, ez persze ez lehet, de a győztesekettől még adhatnának jobb válaszokat is. És azért történt erre kísérlet, ott van például az őrület határán, ami nekem nagyon tetszett, főleg a lassú, kicsit oroszos felvételek miatt. Az egy amerikai film, és sokkal mélyebb és őszintén, mint az undorító hazug Clint Eastwood féle förmedvények, meg a Spielberg féle pocsék hazafias film. Ne felejtsük el, hogy az is egy gonosz és igazságtalan háború, amerikai részről gonosz és igazságtalan háború kapcsán, a vietnámi háború kapcsán mutatja. Nem, az a japánok ellen. A második világháború? Az őrület határán, ja, persze, igen, rosszul emlékszem, az egy japán, az második világháború. Egyébként az is egy kiváló film. Az nagyon jó. Na, de térjünk vissza Stalingrádhoz, mondjuk én vagyok a hibás, hogy elkalandoztunk. Tehát akkor mi a tanulsága az egésznek? Az ég egy adta világon semmi. És ez a nagy tanulság. Semmi az, hogy megdöglesz értelmetlenül a hóban. Ez a tanulsága körülbelül a filmnek. És rendkívül jó a vége. Teljesen egzisztenciális, vagy egzisztencialista filmbe megy át. Kettő embert látunk összesen. Az egyik haldoklik, hullahó, végtelen, sivár, kilátástalan, óriási hómező kellős közepén, és akkor a másik arról beszél viccelődve, de ő is a halálán van, hogy hát a sivatagban tulajdonképpen nem lehet csúnya szót mondani, rosszabb lett volna, milyen rossz hely az a sivatag, barátom, és akkor ez a film utolsó kockája nagyon-nagyon megrázó és megdöbbentő, ahogy vége van a filmnek. Nagyon kevés filmet láttam, nagyon-nagyon kevés filmet, aminek a legutolsó kockái lennének talán a legerősebbek. Mert engem legalábbis teljesen odaszögezett a padhoz. Minden illúziót szertefoszlat ez a film, és leszámol benned minden korábbi a hitnek a morzsáival is, ami a háború kapcsán benned felmerülhet. Tehát, hogy itt egyáltalán, mondjuk felmerül benned egy olyan gondolat a háború kapcsán, hogy a háborúban oldalak vannak. Az egyik oldal harcol a másik ellen. Itt ez is megszűnik. Értelmetlenné válik. Tehát igazából minden értelmetlenné válik. A filmben németek végeznek ki oroszokat, németek végeznek ki németeket. Nem lehet tudni oroszok, már, hogy... oroszokat. Nem lehet tudni már, hogy ki az ellenség. Így igazából teljes a káosz, és teljesen értelmetlenné válik az egész. Tehát minden felbomlik, minden reális vízió, vagy korábban táplált elképzelés a háborúval kapcsolatban, minden illúzió szertefoszlik igazából. Ráadásul ez különösen szép annak tükrébe, hogy megjelennek a régi poroszos katonás erények a filmben. Ez azért érdekes, mert általában, amikor a németekről már nem úgy beszélnek különböző háborús filmekben, regényekben, előadásokon, színdarabokban, a második világháború kapcsán, hogy mindenki tömeggyilkos, vámpír, auschwitzi őr volt, és gázkamra parancsnok, meg egyéb, hanem azért, mit tudom én, volt a Wehrmacht, ott azért más volt, ugye, vannak ilyen toposzok, tehát, hogy ott a régi porosz iskola, azért az nem volt náci, egyébként ebben van igazság, mert tényleg ugye a Hitler elleni merénylet egyértelműen a régi porosz társaságnak volt a nácik ellen egyfajta, jó, mindegy, ez bonyolult a bennél, de volt egy ilyen aspektus az egésznek, tehát hogy azért nem mindenki volt SS és tömeggyilkos, stb. Emberek, stb. Itt is megjelenik a filmbe a régi porosz Junker nemesi katonai erény, a filmnek a főszereplője egy ilyen családból jön, és azért nem menekülnek el a repülőgéppel, egyébként az teljesen megtörtént, én dokumentumfilmet is láttam, hogy ott egymást rugdosták le az utolsó repülőgépekről, és ezek a figurák azért nem menekültek el, mert volt még bennük annyi tartás, hogy nem rúgdostak le. A régi Junker hagyomány alapján méltóságon alulinak tartották, hogy ők nem rúgtak le másokat a gépről. És nagyon-nagyon megszívják. Én megírtam az asszonynak, hogy elestem. Ez a legokosabb. Higgyétek el. De egyszer csak hazajutunk. Valamikor. Hát aztán. Elmesélek egy szép karácsonyi történetet. Pontosan egy éve voltam utoljára otthon. Karácsony szület. Mert kilőttem 3 páncélost. A feleségem és a gyerekek már a pályaudvaron vártak. Idegenebbek voltak, mint bárki a fronton. Az asszony megpróbált megérteni. De minél inkább megértő volt, én annál jobban gyűlöltem. Aztán pedig leléptem. Leittam magam, jobb nem jutott az eszembe.
Az asszony nem is bánta, hogy másnap már rögtön vissza is utaztam. Csak a gyerekek. Éppen idejében érkeztem az új orosz offenzívához. Újra otthon voltam. Ó, Tannenbaum, ó, Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Du grünst nicht nur zur Sommerzeit, nein, auch im Winter, wenn es schneit. Ó, Tannenbaum, ó, Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Na, azért ez húzós volt. Minden háborús pátosz szerte foszlat ez a film, az az igazság. Úgyhogy igazából szembenéz a háborúval, és szembe mer nézni azzal, hogy az egész mennyire mélységesen értelmetlen. De ugyanakkor mégsem mocsódik rajta. Mert én azt se szeretem azokat a pacifista indítatású filmeket, amik viszont mocsódnak a háború értelmetlenségén. Mondja már egy példát, hogy milyen filmről van. Nem jut eszembe, többségében középszerű filmek, csak láttam ilyeneket, az a baj, hogy jó filmek jutnak eszembe, például most a 22-es csapdája, de ez egy nagyon remek film, vagy legalábbis nekem nagyon tetszett. Hirtelen nem jut eszembe, de van egy ilyen filmtípus, tudod, hogy a háború értelmetlen, borzalmas, szörnyűségei, stb. Óriási közhely. Nekem azért tetszett ez a film, a Stalingrád, mert ebbe a mocsódásba sem megy bele. Ez nagyon húzós volt ez a rész, ez nagyon kemény volt, ahogy ott éneklik, és a fronton vannak otthon. Háborús pszichózis lett rajtuk úrrá, és az identitásukat a háború adja meg. És vannak keresztutak ezen az úton, ahol el lehet menni az egyik irányba, és lehet maradni azon az úton, ami a pusztulás felé visz, de valójában a keresztutak is csak illúziónak tűnő utak, mert így igazából nincsen kiút. Tehát így igazából nincsen kiút, már a filmnek a felétől úgy tekinthetsz a szereplőkre, mint akik élő halottak. Nem azért lőttük le a fiút, hogy most itt dögöljünk meg. Ha akkor gyáva voltál a megfelelő parancsot kiadni, akkor tedd meg legalább most, lépjünk le! Valahogy eljutunk a repülőtérre, és ha már ott vagyok, biztos feljutok egy gépre, és megúszhatom a haslövést. Jól van, kövér. Lelépek, ez komoly. Tudod, te mit beszélsz? Dezertálni akarsz. Mondjon valamit, hadnagy úr. Az eskü már semmire sem kötelez. Azok után, ami itt történt, mindenkinek joga van elmenni. Már megint csak a szart kavarod. De nem hagyom, ezúttal nem. Ennek most már vége. Megértetted? Térj észhez végre. Te egyszerűen hülye vagy, Rohléder. Talán lőj le. Tiszthelyettes vagy, ez a kötelességed. Kövér, maradj itt. Szegény hülye, Rohléder. Harcolj a végső győzelemig. Hulla. Aki velem tart hozzám, csókoltatom a fiadat, ha hazaérsz. Nincsenek parancsnokok, és nincsenek beosztottak, nincsenek oroszok, és nincsenek németek, nincsenek civilek, és nincsenek katonák. Már legalábbis ezen a szinten. Már nincsenek. Tehát, hogy itt a háború túllép valahol a szabályoknak a világán, és valami átfordul valami mélyen természeti törvénybe, vagy nem tudom, tehát valami dzsungelharc alakul ki, tehát hogy valami egész más. Teljesen. Egyébként megjelennek a nácik is benne, azok a tipikus nácik, de olyan nagyon haloványak és nevetségesek. Ott Stalingrádnál semmit nem érnek. Ja. valahogy a hó, a hideg, a fagy, az éhezés, és az a teljes kiszolgáltatottság 2000 kilométerre otthontól, vagy bármitől, ami európai, az valahogy teljesen értelmetlenné tesz, teljesen zárójelbe tesz minden rangot, vagy kiváltságot, vagy minden olyan kategóriát, ami Európában még értelmes volt. Világképet, és csak a végtelen hómező van, és tulajdonképpen Istennel áll szembe magával. Egy 8-as. Ja, nálam. Ezzel egyetértek. Így van. A következő film, amivel foglalkozunk a mai adásban, tulajdonképpen ott folytatjuk, ahol abba hagytuk, csak a kesztyűt kifele fordítjuk, mert hogy eddig a végtelen, határtalan hómezőkről, a végtelen térbe való elveszettségről volt szó Stalingrád kapcsán, most pedig tulajdonképpen egy dióba való bezártsága, egy vasdobozba való bezártságról. Tehát itt egy klausztrofób filmmel fogunk foglalkozni, és ez pedig... A Das Boot, vagyis a Tenger alatt járó című film. Ez a Tenger alatt járó, ez az Amerika, az a brit partok mentén cirkál és próbálja körülzárni Nagy-Britanniát, tehát próbál egy tenger alatt járó zárlatot egyéb tenger alatt járók segítségével képezni, de hogy ez mennyire nem működik, hogy ez mennyire képtelen kísérlet, azt a film elég jól mutatja meg. Óriási veszteségeik voltak a németeknek, tulajdonképpen ez egy filmdráma, amiben ezeknek a katonáknak állítanak emléket,
és mint kiderül, a tenger alatt járósok nagyon elit egységeknek számítottak, tehát ilyen arisztokrácia volt a Wehrmachton belül. Így van. Még a filmről, mielőtt elkezdenénk róla így cseverészni, annyit, hogy talán ez volt ennek az új hullámnak az első darabja. Tehát ez volt az első olyan film, ami egy egészen más típusú háborús film, és a németek szempontjából mutat be dolgokat. Nekem egyébként nagyon katartikus volt épp ez miatt, hogy például az angoloktól félt úgy az ember, mint a hagyományos háborús filmekben a németektől. Tehát ők voltak ott az ilyen rettegettek, a rémek. Meg lehet figyelni például a háborús filmekben, hogy kinek a beszédét fordítják le a néző anyanyelvére, ugye? Tehát amikor magyarul beszél a pozitív hős, vagy beszélnek a pozitív hősök, és a németek csak németül varacskolnak ott a háttérben, mint a marslakók, ugye? Tehát vannak ilyen érdekes eszközök is, például a szinkron, tehát mit fordítanak le, hogy működik a szinkron, tehát ilyen manipulatív eszközök. És itt ezeket az eszközöket Petersen bevetette, és ott az angolok egy kicsit ilyen hát túlzás, hogy rém, meg vámpír, meg mit tudom én mi, tehát azért mondjuk nem érik utol, ahogy a német katonákat ábrázolják a régebbi standard háborús filmek, de mondjuk így, hogy azoktól lehet így félni, és igazából egy nagy menekülésnek a története, ez a tenger alatt járó sztori. Ahogy a Londont nem sikerült soha bevenni a világon senkinek, Hódító Vilmos óta, úgy elmondhatjuk, hogy a világtengerek azok hagyományosan a briteknek voltak a felségterületei. Lásd Napóleont. Napóleonnak sem sikerült legyőzni őket, ugye Nelson admirális már annak idején sem engedte át a világtengereket a kontinensen senkinek sem igazából, hanem megőrizte azt a királynőnek. És ugyanez a szituáció most is. Tehát a németek kísérletet tesznek arra, hogy a tengereket megpróbálják elhódítani az angoloktól, és ez nagyon nem megy, mert a világ óceánjain egyelőre bizony a britek ajanik. Wolfgang Petersen filmjéről van szó. Nagyon ajánlom a figyelmetekbe a rendezői változatot, amely még számos jelenetet tartalmaz. Ez nagyon klausztrofób filmről van szó. Tehát ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon... Végig be vagytok zárva a tenger alatt járóba. És ma borzasztó rosszot nektek. Tehát ezt higgyétek el, hogy nagyon szeretnétek kijönni. Hát ez mindig egy örömünnep, amikor följön a tenger alatt járó a felszínre. Úgyhogy érdemes megnézni a filmet, szenvedjetek egy kicsit. Nagyon hosszasan, nagyon-nagyon-nagyon gyötrelmesen fogjátok érezni magatokat. Olyan hitvány életetek lesz ott lent a tenger alatt járón, hogy a film elején még ilyen kölykök azok, akik beszállnak a tenger alatt járóba. A film végére meg szakálos már nagy szakáluk lesz, de a film egész folyamatában folyamatosan nő a szakáluk, tehát hogy így ezen is lehet követni. A szakál konkrét, mert nem borotválkoznak ott lent, tehát magas ívbe tesznek ők az ilyen dolgokra, de szimbólum is a filmben, tehát itt az is jelenti, hogy megöregednek, mire kijönnek a tenger alattjáróból. Gyötrelmes ez a film, és az igazság, hogy megmutatja azt is, hogy annak idején ez a tenger alatt járó háború, ugye azt szokták mondani, hogy a háború az mindig egy nagyon nagy forradalom a tudományok számára. Tehát az mindig a tudományokat előre lendíti. És a tenger alatt járó, mint harci eszköz, akkor még nagyon-nagyon gyerekcipőben járt, csak hát muszáj volt bevetni, mert a háború megkövetelte, hogy mindenféle éppen frissnek számító újítást hát azon annyira nem volt azért, annyira nem volt. Már az első világháborúba bevetették a németek a tenger alatt járót, és akkor a britek még föl is háborodtak, hogy egy kultúrnép egy ilyen szörnyű eszközt hogy vethet be. Aztán a németek ezt továbbfejlesztették. Jó, nyilván nem hasonlítható a legújabb, vagy mit tudom én, akár még a szovjet atomtenger alatt járókhoz hát sem, nem. De azért nem volt ez annyira nagyon újdonság, azért már, mint tudom, 30 éve volt ilyen, hogy tenger alatt járó. Tökéletesen alkalmatlan volt arra, hogy a brit szigeteket védőzár alá vonja. Tehát már maga a gondolat is értelmezlen volt. Hát az persze, volt. Az egy más kérdés, hogy ne? Keresztbe kasul hajóztak rajta keresztül a britek, és abszolút semmiféle zárlatot nem jelentett. Tehát ez csak papíron volt így, a Führer kitalálta, hogy na, azt majd bezárjuk a tenger alatt járóink segítségével, ez egyáltalán nem működött. Azért elkap
kaptak ám szerencsétlen hajókat. Itt is ugye elsüllyesztettek torpedókkal, a főhőseink elsüllyesztettek egy brit hajót, és ráadásul galád módon ott hagyták a legénységet belefulladni a vízbe, és akkor az egy ilyen nagyon rossz pont is volt. Az az igazság, már a néző szempontjából. Hát egyrészt betett nekik a radar, amiről ők akkor nem is tudtak igazán, hogy ilyen egyáltalán. Már amit a britek kifejlesztettek. A britek fejlesztettek ki, igen, a második világháború idején, tehát ez volt a briteknek a válasza, többé-kevésbé. A németek nem is nagyon tudták, hogy honnan tudhatják a britek folyton, hogy ők hol vannak, hogy tudják őket ilyen könnyűszerrel kilőni. Igazából, hogyha fölmerül a kérdés, hogy miért nyerhették meg a szövetségesek a második világháborút, hát egyrészt leginkább annak a bizonyos brit repülőgépnek a segítségével, vagy annak köszönhetően, amelyik lebombázta azt a hajót, amelyik Norvégiából a nehéz vizet szállította a németek atombombájához. De anélkül a csoda fegyver előbb készült volna el a németeknek, mint az amerikaiak. És a britek tudták, hogy mit bombáznak? Fogalmuk nem volt, hogy mit bombáznak. Az, tehát így amikor ők elpusztították a nehéz vizet szállító hajót, akkor ők nem is tudták azt, hogy tulajdonképpen most nyerték meg a háborút. Persze elég lett volna, hogyha a náci rendszer nem annyira megveszekedetten antiszemita, és akkor esetleg Albert Einstein nem is emigrált volna Amerikába, és akkor lehetséges, hogy a németeknek számolta volna ki a kritikus tömeget, és akkor a németek találták volna meg előbb az atombombát. Valószínűleg nem, mert Einstein az pacifista volt, és német ellenes már az első világháború idején is, tehát azért ez nem egészen így van, de mondjuk más atomtudósok meg lehet, hogy maradtak volna. Mondjuk, ha ilyen történeti értelem kérdés, hogy egy pacifista ember miért fejleszt atombombát, ez is egy érdekes kérdés, nem? Hát oké, az Egyesült Államokban, de a német, akkor inkább így mondom, hogy a német militarizmusnak az esküt ellensége volt Einstein már jóval a Hitleráj előtt. Egyébként a Heisenbergék is úgy tudom, hogy azért szabotálták ezt az egészet. Tehát a náci őrültséget maguk hazafias németek is azért őrültségnek tartották. Én azt gondolom, hogy Albert Einstein Werner von Braunnal együtt már elég ütőképes lett. Elég rémálomszerű, amit mondasz. Jó, hát ehhez ajánlom mindenkinek Philip K. Dicknek a Ember a fellegvárból című írását, a egyik világ leghíresebb alternatív történelem könyve, illetve nem történelem könyve, hanem történelem regénye, ott egy olyan jövőben játszódik, ahol a harmadik birodalom és a japánok győztek, szóval, és létezik egy ember benne, aki írt egy olyan tiltott, fantasztikus könyvet, ahol a szövetségesek győztek. Igen, na. Beleírta az ellen Philip K. Dicket. Ami viszont nem azonos a mi verziónkkal, az ottani szövetséges győzelem az ő regényében nem azonos, ami a valóságban megtörtént. Na mindegy. Fantasztikus. Ez fantasztikus. Nagyon tuti. Az is egy érdekes kérdés, hogy vajon miért nem sikerült a briteknek partra szállni, a németeknek partra szállni Nagy-Britanniában, tehát miért nem sikerült az angliai partra szállás? Hát alig, hanem elsősorban azért, mert amikor a Berlint lebombázó Churchill elkezdte provokálni Hitlert, akkor Hitler felült ennek a provokációnak, és befejezte a repülőterek, valamint a hadianyagraktáraknak a bombázását, és helyette elkezdte Londont, és elkezdte kifejezetten a civil lakosságot bombázni. Úgy tűnik, hogy Hitlert lehetett provokálni. Tehát úgy tűnik, hogy egy idegbeteg emberrel szembeni háborút, azt viszonylag könnyen meg lehet nyerni, elég csak a tyúk szemére lépni az illetőnek, valami fájós pontot érinteni. Hitler nem úgy képzelte el ezt a háborút, hogy itt majd Berlint fogják bombázni. Hát mit képzelnek ezek? Na hát akkor mi majd lebombázunk Londont. Állítólag, ez Churchillnek az emlékirataiból derül ki, már csak 2 napra való hadianyag volt, ha még 2 napon keresztül tart a hadianyagraktárak és repülőterek bombázása a Luftwaffe részéről, akkor az angol repülők már nem tudtak volna felszállni. Tehát elmondhatjuk, hogy a brit hadseregnek 2 napra való tartaléka volt, amikor Hitler úgy döntött, hogy akkor hagyjuk a hadianyagkészleteknek a bombázását, és inkább a civil lakosságra koncentráljunk. Na ez a náci ideológia. Erről ez egyébként, és az az érdekes, hogy erről a tényről... Önpusztító. Erről a tényről összesen 2 ember tudott. Tehát összesen 2 ember tudta azt, hogy még 2 napra való hadianyag van, és Churchill nem tartozott-e közé a 2 ember közé. Tehát egész Nagy-Britanniában 2 ember tudott erről. Azt hiszem, hogy ez benne van, valahogy bele van kódolva Hitlernek a személyiségébe, hogy ilyen módon érdemes harcolni. Nem annyira Hitler személyiség. Én nem hiszek abba egyébként, hogy egyetlen ember eldönt ilyen történelmi dolgokat. Hát Németországban ez így történt. Hát nézd, azért szerintem a társadalom kitermelt volna egy másik Hitlert. Tehát
tehát voltak még ott ilyen figurák, a Hitler körüli emberek is ilyen hasonló, ilyen paranoid skizofrén, meg egyebek, tehát azért Hessről tudni, hogy skizoid volt, akkor ugye hát ott volt a... Mindegy, most nem menjünk végig a náci vezérkaron, tehát hogy is mondjam, ilyen elmebeteg bűnözőknek a, az egész garnitúrája. Tehát itt maga a náci ideológia, mint olyan, szerintem egy elmebeteg képződmény. Egy elmebeteg képződmény, ami pusztító és önpusztító is egyben. Kaptunk egy SMS-t, azt írja a kedves SMS író, Einstein nem dolgozott Los Alamosban, történelem hamisítók. Senki nem mondta. Senki nem mondta, hogy Los Alamosban dolgozott, csak azt arról talán még nem hallottál, kedves SMS író, hogy bizony a amerikaiaknak nagyon nagy problémát okozott, mert hogy ugye más úton próbálták megtalálni az atombombát, mint a németek. A németek azok nehéz vízzel próbálkoztak, az amerikaiak pedig a kritikus tömeget kutatták, és ezt a bizonyos kritikus tömeget egész Amerikában senki nem tudta kiszámítani, és ekkor kapott erre megbízást Albert Einstein. Aki a kongresszus előtt olvasta föl, az egy nagyon híres felvétel is. Hát képviselők előtt Einstein fölolvast, és tudta, hogy ennek mi lesz az eredmény. Pontosan tudhatta, Albert Einstein dolgozta ki a kritikus tömeget. Nem Los Alamosban. És nem Los Alamosban. Enélkül nem jött volna létre az atombomba, tehát amit talán nem tudtál, kedves SMS író, hogy az atombomba egyik atya maga Albert Einstein volt. Berlinben csak azzal foglalkoznak, hogy újabb gúnyneveket találjanak. Mit is mondott? Szeszkazán, hordóhas és nyomorék. De azért egy részeges nyomorékhoz képest jól befűtött nekünk. Mégis majd térdre kényszerítjük. Szent meggyőződésem. Na ide hallgasson, okos Tóni. Még meg se rodjant. Kíváncsi vagyok, hány hajója jut most át. Pont most. Még mi itt ülünk és nézzük a plafont. Hol vannak a repülőink? A felderítés, Göring úr. Az ellenségnek mind megvan. Nálunk meg egyre inkább csak a szócsatákra jut pénz. Szájhősök, csupa szájhős. Mindegyik. Gyerünk, jegyezze fel. Vegye be a hősi eposzába. A propaganda osztály örülne. Zenét akarok. A Hitlerjugendes bajtárs feltehetne egy lemezt. A Tipperary dalt, ha kérhetném. Itt azért tudni kell, hogy kik között zajlott a párbeszéd. Egyetlen ember volt a hajón, azaz a tenger alatt járón, aki borotválkozott, ez pedig a náci komisszár, a politikai tiszt. A végén azért ő is lelazul, és kibújik ebből a náci szerepből, és akkor már ő se borotválkozik, és francia sanzonokat hallgat. És ő az egyetlen náci a hajón. Aki itt próbálta védeni a, úgymond a birodalom, a birodalmi ideológiai mundér becsületét. De ott a hajón ennek sok értelme nincsen. Így van, és jól is nézték, és kicsit szivatták is, de hát végén már ő is jó gyerek lett náci létére. Igazából a katonák a halálban egyesülnek. Ezek a filmek nagyon jól mutatják, a Stalingrád is egyébként. Abszolút, abszolút. Egyébként tényleg micsoda érdekes párhuzam, nem? Tehát, hogy nyugat az a végtelen tenger, ami ott a koporsó, a tenger volt a koporsó, illetve a konkrét koporsó az a tenger alatt járó volt, de hát a tenger végtelenségébe, és ezt a film teljesen előhozza a nagyon-nagyon zártságot, és a körülötte levő végtelen, egészen érdekes élményeket hoz elő az emberből, a nézőből. A Stalingrád, az kelet, az pedig a végtelen pusztaságok, a végtelen síkságok. Egyszerűen a harmadik birodalom a két végtelenbe pusztult bele. A két végtelen közti harapófogóba került bele valahogy. Azért talán valami rövid tájékoztatást arról, Robi, mi volt ez a szám, amit most hallottunk? És itt kacaráztunk rajta? Ez az U9 Zip Zich nevű német technobandának a feldolgozása volt a film zenéjéből. Ha ezt nem tudná valaki. Igen. Na most, nem tudom, hogy ha láttátok ezeket a filmeket, akár a Stalingrádot, akár a tenger alatt járót, de ez az van a egy közös további filmekre pont is bennük. Igaz. Van bennük egy nagyon közös vonás, hogy a háborús front az bizony nem csak a németek és az angolok, vagy a németek és az oroszok, vagy a németek és az amerikaiak között húzódik, hanem egy nagyon erőteljes front húzódik a közkatonák és a tisztek között. És hogy rejtett osztályharc. És hogy valójában bizony, és hogy valójában az átlagos katona sokkal jobban utálja a saját tisztjeit, akik a halálba küldik őket, és akik úgy báboznak velük, ahogyan mondjuk a parasztokkal szokás a saktáblán, mint az ellenséget, mert hogy az ellenség igazából ugyanolyan közkatonákból áll, mint ő,
megöli, ha arról van szó, meg meg is hal, hogyha arról van de szó. De a tiszt meg zabálja a kaviárt, meg a mákos bejglit. A rohadék anyját, ja. És a Stalingrád című filmben milyen gyönyörű, amikor megtalálják azt az élelmiszer raktárat, ahol be is veszik magukat pár napra, még mielőtt meghalnának, lemezeket hallgatni, meg kaviárt zabálni, meg pezsgőt bedelni, meg nőket kefélni. Ja. Ennyi. Szóval szörnyű, nyomasztó. Nagyon kemények vagytok, honnan kapartátok elő ezt a muzsikát, kérdezi a kedves SMS író. Hát igen, az emlékezetünknek, aki a tárházából. Kincses tárából. Igen. Ahova a tisztek menekítették az ilyen zenéket. Szóval a Dust Bowl-ban is megtörténik ez, amikor a tenger alatt járón elkapart, vagy hogy is mondjam, abból a bűzös patkányodóból néhány órára előmászó tenger alatt járó legénység. Spanyolországba. Találkozik a német tisztekkel. Spanyolországban, ezt mondjuk el. Akik mákos beiglivel zabáltatják őket. Semleges területen egy követségi fogadáson, hogy a lerongyolódott, szerencsétlen, nyomorult tenger alatt járósokat ilyen találkoznak a főtisztekkel. Kikent főtisztekkel találkoznak. És mennyire megalázó, az döbbenetes. Üdvözlöm a Weser fedélzetén. Parancsnok úr, egy hős. Valóban. Lenyűgöző. Nos, uraim, végre itt vannak a mélység hősei. A szürke farkasok. Eljöttek ide szerény bárkánkra, úgymond. Örvendek. Amint látja parancsnok, felkészültünk a fogadásukra. Szerény, de jó a konyhánk. Hazai ízek, úgymond. Friss kenyér, sütemény a hajópékségből. Hasalja, friss kolbász, gondolom a mai vágás. Nos, meséljen nekünk. El se hiszi, milyen kíváncsian várja. Ön ne higgyen a személynek, így sem minden fenékig tej fel. Olaj van bőven, élelmiszer is, de a torpedó hiányzik. Nehéz hozzájutni, de majd megoldjuk. Diós bejegyzi. Mondja csak, hány hajót sülyeztett el? Árulja el. Majd kitalálom. Na, pezsgő, milyen figyelmetlen vagyok. Tessék. Uraim, a maguk egészségére, a büszkeségeinkre, ígyunk a német csodafegyverre, és hőnszeretet fű... De igen, nem vagyunk otthon. Érti, mire gondolok? Ígyunk. Uraim, csirjó! Egészségére. Na, egy nagyon típus szöveget hallhattunk, egy típus figurától. Mennyire üresen csengenek ezek a szavak, mennyire fogalma nincsenek az embernek, hogy miről beszél, hogy itt vannak a szürke farkasok, a mélység hősei. Egy valamit azért el kell mondani a hallgatóknak, aki nem látta ezt a filmet. Először az öreg követségi tiszt, aki ezeket a ostoba ripacs pátosza a nyakon öntött közhelyeket és frázisokat mondja, az azt hiszi, hogy a politikai tiszt a parancsnok, mert az van még viszonylag megborotválkozva. Meg egyenruhában. Meg a másikon egy pulóver van. És ilyen leszakadt az igazi parancsnok. Igen. Nem, hát igazából azon a tenger alatt járón olyan az élet, mintha az időben visszautaznál valami sötét középkorra. Tudod milyen? Olyan, mint az olyan science fiction-ök, ahol a jövő az borzasztóan leszakadt, de mégis van valami csúcstechnika, de olyan nagyon szegényes. Ilyen Mad Max, között. Ugye? Igen, ilyen atomháború igen. Utáni leszútjat, törzsi társadalmak, a modern technikai civilizáció vívmányai, és valahol az indián kultúra közti átmenetben. Igen, valami ilyesmi történik, valami ilyesmi az élet, és ilyesmi a technikai felszereltség a tenger alatt járón. Olyan, mint az ezer éves sólyom a Star Wars-ban, tehát, hogy így igazából tud ő a fénysebességgel repülni, de hogyha nem megy, akkor oda kell csapni kétszer ököllel, és akkor, ha nagyon-nagyon megrúgdosod, akkor persze megy az jól, csak hát valahogy zötyög-lötyög benne valami. Tehát, hogy ilyen ez az egész tenger alatt járó, igazából egy koporsó, folyamatosan halálra ítélve érzed magad benne, főleg amikor 280 méter mélyen megül egy homokpadon, holott az egész csak 240 méterig van. És csak 240 méterig van hitelesítve. Magyarán halál és feltámadás jelenet is van benne, úgyhogy nézzétek meg, ha igen rosszul akarjátok érezni magatokat, de a szónak a legnemesebb értelmében, és a végén jön a csattanó. Vágytok, és a végén jön a csattanó, így van. Hányasra értékeljük? Hetes. Hetes. Amivel folytatjuk. Az egy különleges film, csemege, nekem a szívem csücske, egy ritka
pocsék film, de vannak bizonyos erényei, ami miatt azért mégsem kihagyható. Ezt a filmet az amerikaiak pár évvel ezelőtt a 20. század három, vagy nem is tudom, tíz, nem tudom, valahány legjobb filmje között közé szavazták be. De ez úgy az amerikaiak ízlése. Hát igen, ez azt mutatja. De ez... ott is azért szerintem nem a jó ízlésű embereket kérdezték meg. Steven Spielberg víziója a háborúról. Ez a Ryan közlegény megmentése című szuperprodukció 162 percen keresztül, még 1998-ból, tehát egy 11 éves, már 11 éves filmről van szó. Ez vannak erényei, és vannak nagyon súlyos, gyakorlatilag már-már megbocsájthatatlan hibái. És ezeket fogjuk most szépen sorra venni. A jóval vagy a rosszal kezdjük? Hát kezdjük talán a rosszal. Az alapkoncepció valami nevetséges? Hogy egyáltalán előforduljon olyan, hogy egy közlegénynek, akinek három fivére meghal, annak elbocsájtást engedélyeznek a háborúból, sőt, egy komplett 8 fős osztagot küldenek érte. Egy kvázi kommandót, szóval hogy megmentsék. Ez az én számomra egy hátborzongató hazugság. Önmagában. Aztán. Tehát önmagában hitelteleníti a filmet. Igen. Innentől kezdve én már ezt a filmet nem tudom szeretni. De vannak itt még nagyon súlyos problémák. Például a vége. Meg az eleje. 5 liter nyálat megtermel 2 óra alatt a film. Szóval ez az a film, amit nehéz komolyan venni. Én igazából azt érzem, hogy szórakozom már a rendező valaki mással lehetőleg, de ne velem, hogyha szabad kérnem. Ennek ellenére vannak a filmnek tagadhatatlan erényei. Ilyen például a csata jelenet a partra szállásról a filmnek az elején, mintegy negyed órán keresztül folyik a vér, ahogy megmutatják azt, hogy így igazából ez a második világháború európai frontjának az egyetlen igazán véres csatája, amiben az amerikaiak részt vettek. Tehát, hogy igazából a partraszállás volt az egyetlen olyan hadművelet, ahol Európában az amerikaiak a második világháború során sok embert veszítettek. És egyben ez az ő nagy szenvedés történetük. Igen, ez is. Az ő nagy szenvedés történetük. Miért? Ez az ő Stalingrádjuk. Jó, de nevetséges. Persze. Miért? Mert a németek erőinek a 95% az keleten volt lekötve. Tehát ez is egy olyan hazugság, amit az amerikai propaganda gépezet gerjeszt a világ népeiben, hogy az a második világháború az bármilyen téren a nyugati fronton dőlt el. Szó sincsen róla. Ami a nyugati fronton zajlott, az egy reneszánsz háború volt, vagy hogy fogalmazhatnék, egy vicc. Már a reneszánsz háború alatt azt érted, hogy kondottyérik, meg ezek bohóckodnak? Úri emberek bohóckodása volt a nyugati front a keleti fronthoz képest. Hát Párizs nem volt véres, az biztos. A keleti front, hát Párizsban gyakorlatilag nem pusztult el semmi. Na, mielőtt egyébként folytatod, hogy mennyire ócska, ripacs, hazug ez az egész, amikor volt a 2001. szeptember 11. És az egész magyar sajtó, a szélsőjobboldali sajtó kivételével, ez egy más kérdés, teljesen oda volt meg vissza, egymás után jött ez a duma, hogy ha nincsenek az amerikaiak, akkor a németek megnyeri. Ugyanezt hallgattam gyerekkoromban a ruszkikról. Ha nincs a Szovjetunió, akkor a Hitler megnyeri a háborút. És ugyanezt a toposzt, ugyanebbe a csatlós államba, aminek a neve Magyarország, itt a gyarmatokon, ezt lenyomták. Igen, és ez egybe esik azzal, amikor Ryan közleg nagyjából. Igen. Csak azért vannak történelmi tények, tehát amit a bolsi időkben mondtak túl azon, hogy az is egy propaganda volt, annak ellenére történelmi világos, igaz volt. De én nem abból a szempontból mondtam, hanem a magyarországi szolgaszellem, a szervilizmusnak az attitűdjét próbáltam fölvillantani egy picikét, hogy miért duplán gusztustalan mondjuk egy Ryan közlegény megmentése. Nem csak szimplán, mert egy jó ízlésű amerikainak szimplán, egy magyarnak duplán. Érted, amit mondok? Én értem. Ami a nyugati fronton zajlott, az egy rokokó háború volt, akkor nem reneszánszt mondok. Tehát, értésére adjam a kedves hallgatónak, hogy az a háború karikatúrája volt. Tehát a keleti fronton dőlt el a második világháború. Ezt mindenki vegye tudomásul. A második világháború Moszkva alatt, Leningrád alatt és Sztálingrád alatt dőlt el. Ha tetszik, ha nem. Az amerikaiak, ne felejtsük el,
1944. júniusában szálltak partra Európában. Akkor, amikor már a kérdés nem az volt, hogy a második világháborút ki nyeri, mert már eldőlt, hogy a második világháborút Sztálin nyeri, hanem pusztán és kizárólag csak azért, hogy egész Európa ne legyen már Sztáliné, legalább mentsék, ami menthető, és mondjuk Európának a nyugati felét, azt próbálják már meg megőrizni piaci társadalmaknak, és ne engedjék át a bolsevikoknak. Ezért zajlott ez a háború. Tehát ez a háború nyugati fronton, ha tetszik, ha nem, nem a németek ellen zajlott, hanem a bolsik ellen zajlott, a bolsi térhódítás ellen zajlott. Ezzel mindenki legyen tisztában. Tehát itt szó nincsen arról, hogy a nyugati front arról szólt volna, hogy legyőzik-e Hitlert vagy sem. Amikor a nyugati frontot megnyitották a szövetségesek, a nyugati szövetségesek, a britek és az amerikaiak, addigra az európai háború már eldőlt. Nem azt állítom, hogy már nem volt háború, azt állítom, hogy már eldőlt a háború. Na, ez jó kis beszéd volt. De hát így van. Akár programbeszéd, és térjünk vissza a filmhez. Térjünk vissza a filmhez, amely, és ezt erősítsük meg újra a kedves hallgatók fejében, nem a amerikaiaknak a náci Németországgal való leszámolásáról szól, hanem elsőrendűen arról, hogy Európának egy részében azért őrizzék meg a kapitalizmust, és ne legyen már bolsevizmus egész Európában. Ja, én azt hittem, hogy azt fogod mondani, hogy ez a film arról szól, hogy az amerikaiak hogy imádják saját magukat. Hogy az amerikaiak hogy imádják szegény Ryan közlegényt, akinek három fivére is elesett, és hogy szeretik azt az anyát, azt az elárvult anyát, aki várja haza a gyerekeit, de hiába. Ez a legnagyobb fokú hazugság a háborúról, ami semmi másról nem szól, mint hogy az embereket gyakorlatilag számlálatlanul öntik, zúdítják bele a húsdarálóba. Erről szól a háború, és nem arról, hogy Ryan közlegény életének bármiféle értéke lenne. Na, ez a legnagyobb hazugság, a legnagyobb történelem hamisítás, ami elképzelhető a filmvásznon, amit Steven Spielberg megcsinált velünk 1998-ban. Ezredes úr, szeretnék mutatni valamit. Igen. Ők ketten Normandiában estek el. Ő itt Omaha Beach-nél. Sean Ryan. Ő meg utána. Peter Ryan. Őt múlt héten ölték meg Új-Guineában. Daniel Ryan. Ők hárman fivérek, uram. Most tudtam meg, hogy ma délután kapja meg az anyjuk mindhárom táviratot. Ez nem minden. A negyedik fivér a legifjabb, a 101-es ejtőernyős egységgel ugrott a partra szállás előtt éjjel, valahol Normandiában van. Életben van? Nem tudjuk. Na jó, hát akkor tartsunk egy kis szemlét arról, hogy mik a filmnek az erényei, és mik a filmnek a bűnei, mik a filmnek a hibái. Na, mondjunk egy erényt. Az első jelenet ugye az a nagyon-nagyon híres, mindenki által kedvelt, egyébként még általam is, ha elvonatkoztatok magától a filmtől, a partraszállási jelenet. Az kiváló, nagyon, az kiváló. És abban van egyébként egyetlen egy igaz, ritka ebben a filmben, és egyébként Spielbergtől ritka az igaz, őszinte, hogy mondjam, igaz mondás. Van egy jelenet, amikor a némete, az életben maradt németeket a bunkerből kitessékelik, és agyonlövik ott helybe. Az egy nagyon kemény. Igen, az igen. Egy nagyon kemény. Jó, de hát az nem az is csoda. Az nem is csoda, és az ott az világos. Ami tévedés viszont, és ebben egyébként teljesen igazad van, tehát az, aki azt az első jelenetet látja, fontos tudni, hogy 22 percet kell várni az első német katona feltűnésére. Tehát úgy látjuk meg az első német katonát, hogy már meghalt, mit tudom én, legalább 500 amerikai katona a szemünk láttára, és akkor meglátjuk az első németet. Tehát, hogy ők ott a bunkerból lőnek. Ami a nagy tévedés, mert ezekről is szót kell ejtenünk. Az például Miller századosnak a személye. Tehát ebből a Tom Hanksből azt a Miller századost csinálni, aki olyan legendás a katonái körében, akit elesett katonák testrészeiből raktak össze, és $300 tart a fogadás, hogy vajon mi lehetett ő a háború előtt, tehát azt a legendás hős katona, akiben mindenki bízik, és akire mindenki rámeri. Már hogy ez is hazugság. Egyrészt igen, másrészt pedig Tom Hanksből ezt a figurát csinálni, teljes tévedés. Tudjuk, látjuk, hogy Steven Spielberg vallásosan hisz Tom Hanksben, pont úgy, ahogy Tom Cruise-ban is vallásosan hisz, nagyon hisz ezekben a Tomokban, teljesen értelmetlenül és alaptalanul, de Tom Hanksből Miller százados csinálni a legnagyobb tévedés. Ez a Tom Hanks, ez az érzékeny, városi, szerelmes fickó, aki nem tudom én, meg Ryanben nagyon szerelmes, és e-maileket váltanak, arra tök alkalmas. Na, volt ő gangster is. De milyen? Na jó, hagyjuk. Tehát, hogy ezt Tom Hanksből csinálni, ezt a figurát, nem tudok hinni benne. Tehát nem tudok hinni abban, hogy Tom Hanks az a figura, akinek elesett katonák testrészeiből raktak össze. Tehát nem, ő nem az. Tehát tök alkalmatlan, és ezt Spielbergnek is látnia kellett volna. Akkor, ami a bődületes hazugság és a gusztustalanság, hogy amikor megtalálják Ryan közlegényt,
akkor ugye ez a Ryan... Nem akar visszamenni. Ez nem akar visszamenni. De nem ám. Mert ő akkor a hős. Matt Damon azt mondja, hogy miért én? Miért pont én? Ez nem igazság! Holott ez a csávó, aki pontosan tudja, hogy miről szól a háború, és már számos bajtársa elesett mellette, látnia kéne azt, hogy egy pókfonálon függ az élete, és hogy bármelyik pillanatban meghal. És ráadásul nem a saját földjét védi, hanem idegenbe van még a tetejébe. Tehát hogy mondjam, tehát egy orosz partizán csoporttól ezt még elhiszem, amikor ott a falut kiirtották a németek, Bielorussziába ugye csecsemőket dobáltak, kutakat dobtak tele kinyírt csecsemőkkel, meg hasonlók történtek, 600 valahány bielorusz falut égettek föl a németek a lakosaival, ott elhiszem, hogy valaki nem akar utána hazamenni, vagy mit tudom én. Noha ott is voltak ennek dacára kollaboránsok, de egy amerikai csávó odajön, meghal mindenkie, egy francia városban nem akar hazamenni. És ő nem akar hazamenni, hanem azt mondja, hogy miért én? Ez nem igazság, maradok és megvédem a hidat. Ez egyébként rendes, klasszikus nacionalista film. Az utolsó igazi, régi típusú nacionalista filmek egyike. Mocskos hazugság. Amerikában van igazán nacionalizmus. Amiről fontos még szót ejteni. Zajlik az a kézitusa a között a német között és a között a zsidó származású amerikai na, között. Ez megint nem tetszett nekem, ahogy összeválogatja a csapatot. Tehát olyan kollekció íze van az egésznek. Kell benne lenni egy zsidónak. Nyilván az inspirációt két dolog adhatta. Az egyik az, hogyha azt a híres normandiai temetőt látjuk, ahol ott vannak a fakeresztek, van egy nagy Dávid csillag is köztük. Tehát lehet, hogy meg van mutatva. És jól meg van mutatva, és lehet, hogy ez adta az inspiráció. Gyanítom azonban, hogy inkább az amerikai PC adta meg az igazi inspirációt arra, hogy hát ennek egy zsidó katonának ott kell lenni. Ennek Spielberg a legnagyobb papja. Ezt tudni kell. Ez egy térképész, aki bekerül ebbe a csoportba, Appen tizedes. Olyasfajta kívülálló, mint a tévénéző. Mint a tévé, de nem azt akarom mondani, az előző filmnek, a tenger alatt járónak az újságírója. Igen, igen, pont olyan kívülálló, akit azért helyeznek be a cselekménybe, hogy valakivel azonosulni tudjál. Tehát, hogy lássad azt, hogy itt van valaki, aki még nem vett részt csatában, aki csak alapkiképzést kapott, és aki aztán a film végi csatában úgy remeg a térde, hogy három lépést kéne megtennie, hogy megmenthesse a bajtársát, de nem tudja megtenni, mert viszont van valami hitelesség. Én jó, és abban is van hitelesség, ahogyan a kézitusa, ahogy lebénul, az is erős, és ahogyan a kézitusa zajlik, és az intimitás megtörténik a német katona, és az amerikai katona, vagyis amikor a zsidó, ahogy szúrja bele a kést, beleszúrja a szurajt, és szeretkezés, szörnyű egyébként, rettenetesen nyomasztó. Az egy erős pillanat, és azért nem tagadhatjuk le, hogy ez a Spielberg, ez egy jó, kifejezetten jó adottságokkal rendelkező, mesterember. De borzasztóan rossz ízlésű rendező. Tehetséges. Erről van szó, hogy egy szuper tehetséges, borzasztó rossz ízlésű. A párbajtól eljutott idáig. Sajnos. Hosszú útja volt, egyébként tetten érhetők a zűlésnek és a elaljasodás, már szellemi értelembe vett elaljasodásnak a stációi. Aztán van az a jelenet, ahol leomlik a fal, arra emlékszel? Hogy leomlik a fal, és egy osztag német szemben áll egy osztag amerikaival, és üvöltenek egymásra, és kölcsönösen azt üvöltik, hogy le a fegyvert, és egy lélektani szituáció alakul ki abban a pillanatban, hogy kihúzza meg először a ravaszt, és az amerikaiak kezdenek el először lőni, és lemészárolják a németeket. De ott minden pillanat éveket jelent. Tehát, hogy az egy nagyon erős pillanat. Tehát, hogy Spielberg mestere ezeknek, és nagyon-nagyon jól bánik ezekkel, csak valahogy nagyon-nagyon rossz kontextusba helyezte őket. Így van. Kaptunk egy érdekes SMS-t. A film kapcsán. Sziasztok, tudtommal a Ryan megtörténő eseményeken alapul, magam is meglepődtem. Természetesen arra gondolok, hogy 8 katonát a közlegény után küldtek. Tudod mit? Lehetséges. Lehetséges, hogy megtörtént. Engem ez sem érdekel. Lehetséges, hogy volt egy ilyen eset, hogy 8 katonát tényleg egy közlegény után küldtek, hogy küldje haza, mert meghaltak a fivérei. De nem érdekel, mert még ha ez meg is történt, és volt egy ilyen eset, a háború akkor sem erről szól, és nem ez a sztori az, ami reprezentálja a háborút, és Spielberg meg ezt hazudja a háborúról nekünk. Úgyhogy nem érdekel a sztori, nem érdekel, hogy megtörtént eseményen alapul-e, mert ha volt is egy ilyen eset,
ez nem a háború, és nem ezt szeretném, hogy gondolják a háborúról azok, akik a népszerű és nagy költségvetésű filmeket megnézik, vagyis az emberek többsége, már pedig Spielberg ezt hazudja a háborúról. De ezt most nem a kedves SMS írónak szánjuk, letolásként nagyon köszönjük, hogy megírta ezt az infót. Persze, köszönjük, úgyhogy... de nem érdekel minket. Van itt egy levél. Egy bizonyos Mrs. Bixby-nek írták még régen. Figyeljenek, kedves asszonyom, a hadügyminisztériumban megmutatták nekem Massachusetts főhadsegédjének beszámolóját, melyben az áll, hogy az ön öt fia hősi halált halt a harcmezőn. Érzem, mennyire gyarló és meddő bármi szó, mely megkísérelni enyhíteni gyászát ebben a szörnyű csapásban. Csekély a vigaszt, mit a köztársaság hálája nyújthat, melyért a fiai feláldozták életüket. Imádkozom, hogy mennyei atyánk enyhítse emésztő bánatát. Csak a szeretett elhunytak emlékét hagyja meg, és a fennkölt büszkeséget, amiért a legértékesebbet áldozta fel a szabadság oltárán. Őszinte és tiszteletteljes híve, Abraham Lincoln. Az a fiú él. Küldünk valakit, hogy találja meg. Kimenekítjük onnan. Mindenképp. Igen, uram. Igen, uram. A belem kifordul a háborús pátosztól. Ettől, hogy a háborút valami fenköltnek, valami nemesnek, valami nagyszerűnek próbálja beállítani ez a rendező. Undorodom ettől, és hányok ettől. Egyébként én nekem vannak olyan háborús filmek, ahol katarzis érzésem van. A brutális csata jeleneteknél, a vérszag és egyéb dolgok. Hát figyelj, az iszonyú katartikus lehet mondjuk fölgyújtani egy várost és lemészárolni annak a lakosságát. De ezt a fenköltnek érzed? Nem. Tehát, szerintem inkább aljas. Megmámorítóan aljas. Tehát, persze, nevezhető ez így. Hát az ősi ösztönök, nem? Az az undorító egyébként, én értem, most kicsit szivattalak, az az undorító, amikor ezzel takonnyal nyakon öntik az egészet. Az az undorító. De vannak erős pillanatok. Ott van például az, amikor keresik a dögcédulák között a Ryannek a dögcéduláját, remélve, hogy már meghalt, és nem kell kihozni. És akkor ott ez egy jó ötlet, igen, egyébként. És akkor ott jönnek az újoncok. És akkor így két marokra szórják ki a dögcédulákat, és az újoncok meg így nézik, hogy úristen. És akkor így szól az appen, hogy pakoljátok már el, hát ez nem pókerzseton. De így látszik, ott jönnek el az újoncok, és így látják, és így mindegyiknek az arcára fagy a rettegés, hogy úristen, itt ilyen nagy kanállal mérik a halált, hogy ezt jelenti a háború, tehát hogy így látják azt a töménytelen mennyiségű dögcédulát, és mindegyik mögött egy ember, tehát vannak itt nagyon erős pillanatok, tehát hogy így és ilyenkor fáj az embernek egy rossz film, amikor látja, hogy lehetett volna akár jó is, csak ez nagyon jó. Igen. Nagyon jó jelenetek vannak benne. Egyébként erről nekem jutott eszembe a szakasz, ott is megérkezik az önként bevonuló újonc, és látja, hogy a holttesteket fekete zsákokba pakolják. Ja, de az is gusztustalan, amikor Ryannek mondják, hogy Ryan, mi az, hogy nem mész haza, most azonnal szeded a cuccodat és indulsz, két bajtársunk is meghalt, amíg keres téged. És akkor Ryan azt kérdezi, hogy mi volt a nevük? Wade és Caparzo. És akkor így ízlelgeti a neveket. Wade, Caparzo. Mint hogyha ezek a nevek, ezek így mondanának neki valamit, hát azt se tudja, hogy kicsoda. Én ezt látnám, hogy az én bajtársam elesett, és akkor itt ez a senkiházi van idegen, itt ízlelgeti a jó, nevét a szájába, hogy igen, rohadtul pofán vágnám. Mit képzelsz te? Tehát, hogy így, és ezek a pillanatok, ezek ilyen nagyszabásúnak és ilyen nemesnek vannak beállítva. Tehát ilyen ennyire rossz ízlésű, ennyire förtelmes rendező. Tulajdonképpen zseniális pillanatok váltakoznak infernálisan pocsék pillanatokkal. Igen. Szélsőségek filmje. Egészen kezdem megkedvelni ezt a Ryan közlegét. Egészen kezdek undorodni tőle. Ma itt van velem a családom. Ők akartak eljönni. Hogy őszinte legyek, nem tudtam, milyen érzés lesz újra itt. Minden nap eszembe jut, amit aznap ott a hídon mondott. Próbáltam helyesen élni az életem. Remélem sikerült, hogy legalább az ön szemében méltó voltam mindarra, amit értem tettek. James? Mondd, hogy helyesen éltem. Hogyan? Mondd, hogy jó ember vagyok.
az vagy. Itt az a megható sírós melodráma, ami annak idején még annyira jól működött a Schindler listájának a végén, és ott tényleg meg nekem már ott se tetszett. De azon meg lehet hatódni, már nem? Ott is nem. Nem tudsz meghatódni nem azon, hogy az az autó az még három embernek az élete lehetett nem, volna. Nem, hazugnak éreztem már ott is. Ezt hatványozottam. De tehát ez a szeretlek mama, én is szeretlek kisfiam. Igen, kis de fiam, itt viszont nem működik. Tehát egyszerűen nem működik. Tehát itt ez a megható sírós melodráma, ez egy kicsorbult tőr a Spielbergnek a kezében. Tehát hogy így próbált újra ugyanazzal operálni, de nem, hogy sírni nem lehet rajta, vagy meghatódni nem lehet rajta, vagy elérzékenyülni, de rögni, csak igen. Átélni sem lehet egy cseppet sem. Szóval, hogy ez a film, ez szerintem egy rettentő nagy kudarc, és éppen az erényei miatt. Éppen az erényei miatt, mert számos lehetőséget hordoz, és ezek nem valósulnak. Hanyas? Négyes. Hármas. Most, hogy elemésztettük Ryan közlegényt, következik az anti-Ryan közlegény, vagyis Ryan közlegény temetése. Az a film, ami szerintem szembenéz a háború valódi arcával. És ez pedig a Kelly hősei. Ez pedig a Kelly hősei. Hadd olvassak fel egy SMS-t. Szevasztok, szerintem az öt legjobb háborús film közt van a Kelly hősei. Ti meg sem említitek. Ezzel jöttünk ide, hogy ezt adjuk utoljára. Drága, négy közül. Kedves SMS író, minden kívánságod így teljesüljön. A Kelly hőseivel zárjuk ezt az adást. A Kelly hősei egy háborús vígjáték, és a Kelly hősei az, amely felmutatja számotokra, hogy milyen is valóban a háború, hogy mi is a háború az, amiről valóban szól. De ugyanakkor nincs benne az iszonyat és borzalom, hisz vígjátékról van szó. De azért halnak meg bajtársak benne. Hát oké, okay, de azért... Van benne gyász, és van benne halál, és vannak benne áldozatok. Tehát azért szó sincs arról, hogy egy olyan vígjáték lenne, ahol így mindenki tök happy, és mindenki a végén tökre örül, hanem hát persze happy end, de vannak áldozatok, vannak olyanok, akik elhullanak. A háború valójában micsoda? Lássuk be, hogy a háború egy gigantikus üzlet. Csak nem a közkatonának, hanem a fejeseknek. Politikusoknak. A politikusoknak, meg a főtiszteknek. Nem. Elsősorban gazdasági embereknek. Másrészt meg, nem csak a pénzről szól, hanem a hatalomról. Arról van szó, hogy felosztják a világot újra, meg újra, meg újra, és ilyenkor a társadalmat azt besorozzák, és őket darálják be a húsdarálóba, tulajdonképpen úgy kezelik, mint a saktáblán a parasztokat. Beáldozzák őket egyenként, és akkor vannak olyanok, akik már érnek egy futót, vannak olyanok, akik már érnek egy bástyát, de tulajdonképpen feláldozhatóak ők mind ezeknek a hatalmi játékoknak az oltárán. Igazából a politikusok azok, akik a sakkfigurákat tologatják, a sakkfigurák azok pedig a közkatonák. Itt erről van szó, ez a háború. És akkor van néhány katona, amelyik úgy dönt, hogy mostantól kezdve nem leszünk bábok a saktáblán, hanem mostantól kezdve sakkjátékosok leszünk, és nyerni fogunk. Mi is, tehát mi is ki fogjuk venni a részünket ebből a gigantikus nagy bizniszből, ami a háború. És ő Kelly. Kelly, aki úgy dönt, hogy fogja az osztagát, és gazdaggá teszi. Ez a Kelly hősei. Mondtam, hogy ne csináld, Kelly, vagy mehetsz a francba. Ha engem áthelyeztetsz, áthelyeztetheted az egész szakaszt. Azt mondtam, hagyd ki a fiúkat. Ez örök, Joe. Kelly pontosan kiszámított mindent. Téged kihívott ide. Kelly! De Joe, ez ilyen potya ügy. 16 millió ott hever és minket vár. Elmondta, hogy az ellenség háta mögött? Elmondtam. És? Hogy a német vonalat hogy lehet áttörni és megtenni 30 mérföldet Clermont-ig? Nekem is mondd el! Joe, hidd el, hogy nagyon jól kitervelte. Nem érted, hogy ez a halálba visz benneteket? Most talán nem ott vagyunk, havi 50 dollárért. Úgy bizony. Ha meghaltok, mit értek a nagy dohánnyal? Az se veszélyesebb, mint amit a partra szállás óta csinálunk. Azt nem lehetett nem csinálni, ezt lehet. 3 nap múlva úgyis az első vonalban leszünk. Most legalább magunkért megyünk. Kelly páncélos támogatást is szerzett. Milyen páncélos? 3 Shermant. A 321-esektől. A parancsnok? Prima az egész legénység, garantálok értük. Te hallgass, te kúfár, mert te csak akkor mész előre a tűzbe, ha hasznot szimatolsz. Hát most megyek, mert Kelly összehozta a tökéletes balhét. És a változatosság kedvéért, mert 7 napból 6-ot hátul dekkolsz. Mi visszük vásárra a bőrünket, úgyhogy neked pofa be! Ki a parancsnok? Csodabogár. Csodabogár, az egy buti. 3 Sherman a indulásra kész. És mi van, ha indulásra kész, hiszen tök hülye? Mindazok vagyunk, vagy nem volnánk itt.
A Kelly hősei az amerikai tizedes meg a többiek. Erről nem hallgathatunk. Az amerikaiak bizony földolgozták a legjobb magyar filmeket. Most ezt talán nem annyira egy szolgai módon, mint ahogyan a Menekülés a győzelembe című film földolgozta. Ez a két fél idő a pokolban. Két fél idő a pokolban. Kiváló Fábri filmet. Igen. De itt ebben az esetben egy Keleti Márton filmnek az átdolgozásáról van szó. A tizedes meg a többiek, az gyakorlatilag a magyar Kelly hősei. Ennek ellenére elmondhatjuk, hogy bár a tizedes meg a többiek egy kiváló film, a Kelly hősei nem különben. Tehát itt most a háború a helyére kerül. Szerintem a Kelly hősei kezeli úgy a háborút, minden létező háborús pátosz nélkül, amit a háború körülbelül megérdemel. 1970-ben született 144 perces háborús vígjáték, amelyet Jugoszláviában forgattak, és számos jugoszláv filmes vett részt benne, igazából egy jugoszláv-amerikai háborús filmről van szó. Ahogyan egyébként nagyon sok korabeli amerikai háborús film, tehát voltak ilyen jugoszláv amerikai koprodukciók. Igen. Franco Nero is például játszott ilyen amerikai háborús filmekben. Most azt lehet mondani, hogy ebben a filmben találkozik a kor három... Ja, bocs, ő olasz volt, de Jugoszláviában játszott, az elnézést. A kor három legnagyobb kalandfilm színésze. Telly Savalas, Donald Sutherland és Clint Eastwood. Tehát, hogy igazából a szereposztás is annyira parádés, és igazából ők hárman, mindhárman a film középpontjában állnak. Tehát, hogy így annyira fontos szerepet töltenek be mindhárman, és hát parádés az egész. Hát így igazából szinkronizálva érdemes megnézni, mert mondjuk Telly Savalas az a Inke Lászlónak a hangjával, hát az felejthetetlen. Kojak, hát a Kojak, hát aki még emlékszik gyerekkorában, Kojak felügyelőre, Inke László, Terry Savalas, hát persze. Jó, hát az tényleg parádés. De hogy a sztoriról pár szót ejtsünk, az a lényeg, hogy Kelly a film elején fog egy alezredest, tehát fogságba ejt egy alezredest, és az alezredes ez bepiáltatja, és kivallatja, és az kipofázza neki, hogy egy a német vonalak mögötti városban, egy bankban $16 millió értékű aranyrúd várja azt, hogy onnan azt valaki elmarja. És Kelly és az ő szövetségesei, konkrétan az az osztag, amit Buzzy Joe, vagyis hát Telly Savalas vezet, elindulnak a német vonalak mögé, kvázi áttörve a német vonalakat, páncélos támogatást is szereznek, amely a Donald Sutherlandnek, vagyis hát a csodabogárnak a segítségével három Sherman tank is elindul velük, hogy ebben a városban ezt a pénzt ezt felmarkolják. Egyébként a tank csata, tehát ilyen tankpárban jelenetek, azok zseniálisak benne. Hát ezért gondolok, amikor a Tigris vagy a Párduc majdnem kilövi őket. Jó, fantasztikus az igazság, hogy tele van olyan jelenetekkel. Gegekkel. Tehát folyamatosan viccet csinálnak a háborúból. Hát tulajdonképpen a saját légierejük lövi szét őket, több ízben. A saját tüzérségük az, ami elől állandóan menekülniük kell. A kapitány, aki elküldi őket három napra pihenni, ez alatt a három nap alatt rámolják ki a bankot. Ez a kapitány, ez semmi mással nem foglalkozik, mint hogy ő ott zsákmányolt egy vitorláshajót, és hogy azt eljuttassa Párizsba. Igen. Tehát, hogy így igazából mindenki lop, mindenki fosztogat. Tehát valóban arról szól a háború, amiről a háború egyébként valóban szól. Ennek egy gigantikus kapcsán, nagy lopás. Ennek kapcsán hagyj utaljak vissza arra a filmre, amiről itt már volt szó egy fél mondat erejéig, a 22-es csapdája. Tehát ott is megjelenik ez a motívum, nem hogy megjelenik, sőt az a vezér motívum, tehát hogy a háború mint üzlet, de ott valami hihetetlenül keserű. Tehát ott nem ez az a fajta ilyen kigunyolás, de ott is kigunyolja, bocsánat, rosszul fogalmaztam, de nem hozza ezt a felszabadító komikum érzetet magával, az egy nagyon keserű valami. Ugye ott is arról van szó, hogy a Milo, nyilván ezt is mindenki látta, a Milo az például a németeket megfizet azért, hogy vagy ilyen csere, ilyen bartel megállapodást köt, és akkor őket maguk bombázzák le a németek helyett. Tehát ugyanezek az ötletek megjelennek egy ilyen groteszk filmrálában. Igen, de ott is erről van szó, hogy mindenki csak jól akar járni, jól akar lakni, valamit akar szerezni a háború utánra, mert hogy a háború előtt ezek csóró emberek voltak, és alig, hanem a háború után is azok lesznek. Mehetnek vissza a putriukba, és dolgozhatnak itt nappal át éve, a napi
betevőért. De most itt van ez a háború, és ebben a háborúban nem csak a veszélyt lehet meglátni, hogy itt bármelyik nap meg lehet dögleni, hanem itt felborult minden. Felborult minden szabály, és meg lehet látni benne a lehetőséget is, hogy igenis ezután ne kelljen olyan rohadásmódra élni, mint addig. És ezt a lehetőséget látja meg Kelly, és ezt a lehetőséget nem hajlandó meglátni Buzzy Joe, hanem ő kifejezetten arra fókuszál, hogy itt meg lehet dögleni, és nem kéne túlságosan sokat hősködni, inkább haza kéne menni egy darabban. Nem zászlóba csavarva. De sajnos ez az a szituáció, amely hát nem igazán osztja meg ezt az osztagot, és ez az osztag ez úgy dönt, hogy ő nekik kell ez a pénz. Tehát, hogy ők nem akarnak a semmiért megdögleni. Hát azért sajnos, mert többen meghalnak közülük. Ja, értem. Jó. Mi az? Mit akarsz? Hogy áll a bál a bankkal? Sehogy. A Sherman bedöglött, és a Tigris nem viszi el az öregisten se a térről. Tös vele egyességet. Milyen egyességet? Megegyezős egyességet. Lehet, hogy ő is republikánus. Üzlet az üzlet. Oké. Oké, nagy pofájú. De ez milyen húzás, hogy a végén az ellenséggel is kiegyeznek, mert a lóvé, és ez az igazi nemzetköziség, ez az, ami a háború felett áll. Nem az ideológia, hanem az arany. Ez vezet mindent. És igazából Clint Eastwood áthozott ide valamit, bár hát nem ő fémjelzi a filmet, vagy hát nem egyedül fémjelzi a filmet, de áthozott ide valamit a maréknyi dollár világából. Áthozott ide valamit a Sergio Leone filmeknek a világából, ami szintén háború, de a fókuszban mindig az arany áll. Mindig az arany, tehát mindenkit az arany mozgat. És hazugság lenne, mint ahogy hazugság is, az összes többi háborús pátosz részéről. Hát a jó, a rossz és a csúfba, ugye? Pontosan. A Clint Eastwood, hogy ez a sok emberanyag, ez a jó kis emberanyag, amikor ott a hídért csatáznak. Ennyi életet akkor elvesztegetik. És felrobbantja a hídat szívességből, hogy megúszza a legénység többi része. Igen. Nem, hát ez igazából leszámol ezzel a háborús pátosszal, és az én számomra ezért frenetikus ez a film. És a végén, ahogyan a némettel is kiegyeznek, őt is beveszik a buliba, mert igazából az egész dolog magasan fölötte áll ennek az egész operett háborúnak, ami zajlik a felszínen egy németek kontra amerikaiak konfliktus zajlik, holott a dolognak a mélyén valójában a szegények kontra a gazdagok konfliktus az, ami a meghatározó. És a szegény német az ugyanúgy megköti az egyességet a szegény amerikaiakkal azért, hogy ne a gazdag vezérkaré legyen az a lóvé, hanem a csóró közkatonái, aki az életét áldozza mindezekben a pillanatokban. De hát itt van velünk a tábornok, hát az a legviccesebb az egészben. A tábornok, aki rádión veszi a hőseinknek, és ez itt most hatalmas idézőjelben van, a hőseinknek a hadmozgását, és ő az, aki hiányolja a harci szellemet az amerikai katonáknak a szellemiségéből, és ő az, aki végre észreveszi azt, hogy na hát, vannak itt igazi hősök, vannak itt olyanok, akik valóban az életüket áldozzák, és nyomulnak előre. Mert a vonalakon. A vonalak mögött harcolnak, amiről a vezérkar mit sem tud. Vonalak előtt, attól függ, honnan nézzük. Hát igen, attól függ, hogy honnan nézzük. De hát itt erről van szó, hogy a vezérkar nem is tudja azt, hogy átlépték a vonalakat, és itt mindenféle adást vesz a rádió, hogy Buzzy Joe, meg Kicsi Joe, meg Cowboy, meg Kelly, meg Csodabogár, ezek átlépték a vonalakat, és az ellenséges vonalak mögött harcolnak. Hát ez valami fantasztikus. Na hát, ha máig tizedes volt, holnaptól ezredes. De ez a tábornoknak az érdemes a kis részletekre is figyelni. Olyan köntöse van, hogy a köntösön is vállap van, és azon is rajta vannak a csillagok a háló köntösén. Tehát annyira... Ez abszolút parodisztikus. Nem, hát ez már groteszk. Persze. Én Rozseknél olvastam ilyet. Tehát, hogy igazából a katona, az a kérdés, hogy a katonatiszt, hogyha levetkőzik és zuhanyozni megy, akkor is katonatiszte? És közben a majom, a kis házi majma, az meg fölkapja magára az egyenruhát. Akkor most a majom a katonatiszt? Vagy nem? Tehát most a valójában mi a de katona? Ez, hogy a hálóköntösén is vállapok vannak, ez ugyanaz, mint amikor a Hoffinál a kitüntetések ott voltak a kórházi köntösön. Nem is köntösön, tehát azon a pizsamán. Na igen. Szóval a Kelly hősei az igazán viccet csinál a háborúból, amit a háború mélységesen megérdemel. Csodabogár, a Donald Sutherland, hát az valami fantasztikus karakter. Tehát így van, és ráadásul ő akkor való. Már itt beszéltünk az előbb a MASH-ről, ami szintén egy kiváló háborús film, de az ugye a koreai háború idején játszódik. egy ilyen katonai táborba, és itt ilyen kórházi, vagy szanitéceknek a idézőjelbe vett kalandjairól van szó, tehát Donald Sutherlandnek van már ebbe, erre az időre
praxisa, vagy mindegyiküknek van, mindegyiküknek. Ja, hát Harry Szabal az persze. Befutott és sikeres színész. Igazából, de nem, a háborús filmekben. Aha. Jó, hát Csodabogár meg a Vaskeresztel a nyakában, tehát hogy igazából senki se veszi komolyan ezt az egész háborút. Tehát ők például hátul dekkolnak, mindenki úgy tudja, hogy elestek. Lelőtték a parancsnokukat, ők meg nem jelentkeztek sehol, és akkor várnak hátul, és akkor a Csodabogár ezt úgy magyarázza, hogy hát így igazából, ha majd az ellenség egy ellentámadást intéz, amely Párizst, esetleg New Yorkot is veszélyezteti, akkor bevetjük magunkat, és megvédelmezzük a hazát. Úgyhogy mi igazából a hátsó védvonal vagyunk, és közben ilyen csirkét sütögetnek, zabálnak, meg heverésznek a legjobb, és közben megint nem tényleg zsákmányolt valami vaskeresztet, ami a nyakán lóg a dögcédulája mellett. Tehát, hogy így igazából az egész annyira helyére kerül minden. A kapitány, akinek tábornok a nagybátyja, és egy kretén igazából, ő az, aki ott hagyja őket három napra, és igazából senkinek nincsen fogalma arról, hogy mit kéne csinálni, tehát az a háború az igazából egy zavaros, amiben nagyon jól lehet halászni. Ez a Kelly hősei. Én valahogy úgy nézem, hogy már egyetlen híd se állok. Ez itt mi? Egy híd. Úgy nézem, hogy vasúti híd. Egy álom szép. Aha. Még ha átjutunk is rajta. Át kell vergődni egy másik folyón is. Itt mi, látod? Azért hadd fájjon Kelly feje. Nekünk most az a dolgunk, hogy a német vonalat áttörjük. Aha. Hogyan? Nem arról volt szó, hogy vasúti híd? De. Akkor állom szép. Végig gördülünk a síreken, és át a vasúti hídon. És át a vasúti hídon. Na persze. De ha nem lesz ott a híd? Ó, jaj. Ne bombázz negatív hullámokkal már kora reggel. Gondold erősen, hogy ott lesz a híd. És akkor biztosan ott lesz. Ez egy álomszép vasúti híd, ami biztosan ott lesz. Oké, főnök. Ivádni való a Donald Sutherland. De igazából az a... Akit mondjuk fölháborít egy ilyen gondolatmenet, amit a Kelly hősei, és most éppen a te, mondjuk a mi műsorunk, vagy a te hozzáállásod képvisel, azt igazából mi motiválhatja azt az embert? Nem üzletemberről, nem tábornokról van szó, és nem is politikusról. Mondjuk átlagember. Mire gondolsz? Hát mondjuk valaki fölháborodik a pacifizmuson. Ugyan miért háborodna föl? Harcolt már háborúban? Szerintem csak annak van joga felháborodni ezen, aki harcolt, aki volt már bevetésen. Tehát, hogy így valaki a hátországban ne háborodjon már föl ezen. Ez világos, de hogy mi lehet ennek az oka? Hát valamiféle pátoszt hozzárendel a háborúhoz. Ő azt gondolja, hogy jogos lehet embereket bedarálni a bizonyos politikai célok érdekében. Én azt gondolom, hogy a háború az mindenféleképpen egy gigantikus nagy üzlet, ami nem csak pénzbe, hanem hatalomba is zajlik. Persze. Tehát igazából a hatalom és a pénz a tétje ennek a hatalmas nagy játéknak, ami a háború. Azt szokták mondani, hogy a háború az nem más, mint diplomácia, csak egy kicsit durvább eszközökkel. Igen, igen, ez a diplomáciának a folytatása. Ritka nagy közhely, de igen. Hát igen. Na most igazából, amikor már emberéletekkel dobálóznak a politikusok, mert már elfogytak a szavak, akkor semmi kétségünk nincsen afelől, hogy ez a játék, ez a politikusok presztízsére megy ki. Tehát, hogy így ki az, aki a nagyobb Jani? Ki az, aki tovább megy el? Ki az, aki több életet mer oda dobni? És az is egy vicc egyébként. És nem tudom, hogy te gondolkodtál-e már ezen, hogy van az úgynevezett háborús jog, meg vannak a bizonyos szabályok. Hogy így úgy csinálnak, mintha ez a háború, ez egy olyan játszma lenne, mint mondjuk a foci, hogyha oldalt kimegy a labda, akkor bedobás van, meg hogyha nem tényleg les van, akkor nem érvényes a gól. Tehát, hogy könyörgöm, a háború az nem arról szól, hogy akkor most minden játszik? Nem arról szól, hogy akkor most ember-ember ellen, és ami belefér, most összemérjük az erőinket, és minden játszik? És akkor ide is kitalálni ilyen lovagias szabályokat, amely szabályokat elsősorban sosem az ihleti, hogy hát azért ez már túl kegyetlen. Hát könyörgöm, az egész a kegyetlenségről szól, egymás lemészárlásáról szól, hanem arról szólnak ezek a szabályok, hogy már én nagyobbat szívok, hogyha bevetem ezeket az eszközöket, tehát akkor inkább nem vetem be, és akkor ezeket lefektetjük. Ilyen például a gáztámadás. Tehát az első világháborúban... Vagy a dundungolyó használata. Az első világháborúban például széltében használták a vegyi fegyvereket. Aztán rájöttek arra, hogy az a széljárásnak nagyon kiszolgáltatott fegyver, nem? Ami azt jelenti, hogy ha elkezd visszafelé fújni a szél, akkor a saját lövészárkainkba befújja a szél, a saját vegyi... Széllel szemben pisilni. Vegyi fegyvereinket. Gázolni. Hogy ez nem éri meg, és akkor hoztak egy ilyen szabályt, hogy a Genfi egyezmény értelmében tilos ezeket a fegyvereket bevetni, mert hogy ez túl kegyetlen. Nem arról van szó, hogy túl kegyetlen, hanem arról van szó, hogy nem hatékony. Ez az egész lovagiasság, pátosz, és a meg, meg,
megjátszása ennek a lovagiasságnak. A légpuskát pápai átokkal sújtották egyébként. Pont a légpuskát? A légpuskát, igen. Mert? Hogy bizonyos fegyvereket átokkal, bizonyos fegyvereket meg áldással illetnek, ez is egy vicc. Mert hogy ez valami különlegesen kegyetlennek számított. De ne ezt a mostani légpuskát képzeld el, annak az ősét. Na, jó, szóval 19. század elején vagyok. Szóval akárhogy is kezeljük a háború az egy gigantikus nagy üzlet. Egy gigantikus nagy és kegyetlen játszma, amit politikusok és tábornokok folytatnak egymással szemben. És itt a Kelly hőseiben pedig bizonyos közkatonák felnőnek ehhez. Felnőnek ahhoz, tehát reálisan tudják szemlélni, hogy mit jelent a háború. A háború egy gigantikusan nagy üzlet, akkor szálljunk be ebbe az üzletbe. Legyünk benne részvényesek, tehát ne zsetonok legyünk ebben a pókerjátékban, hanem legyünk benne pókerjátékosok. És amikor olyan nagyívűen és olyan nagy merészséggel licitálnak az életünkkel, akkor mi bizony szálljunk be ebbe a játékba, és igenis robbantsuk mi a bankot. Nem mi velünk robbantsák a bankot, ők. Ezt remekül megmondtad. Én azt gondolom, hogy ez a Kelly hőseinek a legnagyobb fokú tanulsága, ez az, amivel a Kelly hősei szembesít minket, és ez az, amit a Kelly hősei megmutat mindenkinek, aki egy kicsit is hisz a háborús pátoszban. Azért kiegészítésként, ennél szebbet és jobbat én sem tudok mondani, torkomra is forrt a szó, kiegészítésként még annyit, hogy van egy Belmondo film az Arany bűvöletében, ami ezt a témát járja körül szintén, de mondjuk ilyen belmondós könnyedséggel azért a tizedes és a többiek és ennek amerikai remake a Kelly hősei azért mélyebb. Csak jelezni próbáltam, hogy ezt a témát, ezt így próbálgatták, itt-ottam ott földolgozgatni. Nagy büszkeségünkre szolgál, hogy egy olyan filmet rendezhetett Keleti Márton a legnagyobb magyar színészek főszereplésével, és itt gondolok mondjuk Major Tamásra, gondolok mondjuk Darvas Ivánra, és elsősorban Sinkovics Imrére, amelyet aztán nem különben hatalmas színészek főszereplésével, Telly Savalasnak, Donald Sutherlandnek és Clint Eastwoodnak a főszereplésével forgattak újra az Amerikai Egyesült Államokban. Nagy büszkeségünkre és gyönyörűségünkre szolgál, hogy vannak olyan filmalkotások és vannak olyan rendezői koncepciók, amelyek a háború valódi természetével szembesítik a kedves nézőket. Hányast adsz erre a filmre? Még mielőtt leosztályoznánk, azért a kettőnek más a vége. Sajnos a tizedes és a többieknek van egy vörös far, kötelező vörös farok vége. De elmentek a ruszkikkal azért a Berlin ostromába. Ezt muszáj volt. Csinálta volna meg, hogyha nincs az a politikai. Nem csinálhatta volna meg. Világos, de nem csinálta volna ő meg. Ja, nem is csinálta volna meg Keleti. Szerintem, hogyha nem lett volna muszáj egy ilyen, hát nyilván egy ilyen filmet, hogy nem csinálhatta volna meg. Hogy lelépett volna mindenki haza, hát ezt így van, nem csinálhatta volna meg. Jó, de a tizedes még így is ízlésesen jár el a végén. Igen. Hát, hogy azért még viszonylag jó ízléssel van megcsinálva, hogy nem vitatom, hogy az egy vörös farok ott a végén. Így van. Hogy hanyast adunk a Kelly hőseinek? Hányast hát, adunk? 8-ast. Hú. Én adok neki egy 9-est. Hát ez volt mára a hét mesterlövésze, ez volt a háborús adásunk, mármint a második világháborús adásunk. Még azért tervezünk egy vietnámos adást is. Tervezünk bizony, úgyhogy hallgassatok minket továbbra is, a és a legmélyebb tiszteletünk mindenkinek. Sziasztok! Sziasztok.